Egekben a lakásárak, drágább lehet társasházba költözni, mint családi házba, új építésű ingatlanból pedig alig van a piacon. Fórum Nyírbogáton a nemzeti szuverenitás kérdése, valamint a kistelepülések jelene és jövője volt a téma. Klikkesedés. A munkahelyen ugyanúgy működik a közösségi élet dinamikája, mint az iskolai évek alatt. Az országos trendeknek megfelelően már megyénkben is többe kerülnek az eladó lakások, mint a kertes házak. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A vásárlók elsősorban szigetelt, tégla ingatlanokat keresnek, de 10-12 millió forint alatt nehéz bármilyen lakást találni. A legfelkapottabb helyeket tekintve Nyíregyházán az elmúlt évekhez képest nincs jelentős változás. Meglepő jelenség kezd kibontakozni a lakáspiacon. Az ország legnagyobb részén, így megyénkben is drágább lakást venni, mint családi házat. Ennek okai, hogy a társasházi lakásokra nagyobb a kereslet, a támogatásokat jobban igénybe lehet utánuk venni, és fenntartási költségük is alacsonyabb. Az érdeklődőket persze sok más szempont is befolyásolja a választásban. Mindenféleképpen téglaingatlant keresnek, ami szigetelt és a nyilászárói már ki vannak cserélve. A burkolatokat, konyha, fürdőszoba annyira nem veszik figyelembe, hisz azt tudják saját ízlésükre igazítani. Ami nagyon fontos, hogy a csok körülményeinek, feltételeinek feleljen meg az ingatlan, tehát a jellemző, ha család jön be a képbe, az az 50, illetve a 60 négyzetméter fölötti ingatlanoknak a kereslete nőtt meg. A KS adatai szerint az adásvételek körülbelül 96%-a használt ingatlan piacon történik. Az otthon szakértő szerint jelenleg kevés is az új építésű ingatlan, több családi házra lenne szükség, mint amennyi megépül. Ennek részben az idő, részben pedig a szakemberek hiánya az oka. Előreláthatólag a most kezdődő projektek is csak jövő május környékén fejeződhetnek be. Annak azonban, aki lakásvásárlásra adja a fejét, jócskán zsebbe kell nyúlnia. Az anyagi szempont az most ott jár, hogy ha ingatlant szeretnénk vásárolni, 11-12 millió forint alatt már nem is gondolkozhatunk lakásvásárlásban. Tehát mindenkinek a pénze szabja meg, hogy milyen ingatlant tudok neki keresni. Ha nincs erre a dologra csak 20 milliója, akkor előfordulhat, hogy csak panel ingatlant tudunk neki értékesíteni, hiszen azoknak a négyzetméter ára még lejjebb van, a társasházi tégla ingatlanoknak sokkal feljebb van a négyzetméter ára, de az árat az leginkább az emelet és a hely határozza meg. Nyíregyházán jelenleg a szűk belváros, a déli alközpont, illetve Örökösföld a legfelkapottabb, emellett sokan vásárolnak lakást az északi körúton és az egyetemek környékén. Az érkerti város résztől viszont még mindig sokan óckodnak. Naponta több bejelentés is érkezik a NAV-hoz és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozó adathalászokról. A csalók így próbálnak megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártya adatokat. A repertoárjuk pedig egyre szélesebb. Már nem csak e-mailben próbálkoznak, hanem élő telefonhívással is. A NAV hála az informatikai fejlesztéseknek ma már nagyrészt elektronikusan kommunikál az ügyfeleivel. Az adathalászok pedig ezt próbálják meg kihasználni. A csaló e-mail és SMS értesítések gyakran tartalmaznak tegező megszólítást és egy linket, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlaphoz vezeti. Az adathalászok itt előszeretettel kérik a bankkártyák hátoldalán található háromjegyű CVV vagy CVC kódot. Ha valaki ezt megadja, számolnia kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt emelhetnek le a számlájáról. Ügyfélkapus adatokat pedig kizárólag a nav.gov.hu vagy a magyarország.hu oldalon adjunk meg, ha a webcím HTTPS kezdetű, ami azt jelenti, hogy biztonságos a weboldal. A csalók általában úgy alakítják ki ezeket a honlapokat, hogy nagyon hasonló ahhoz a bejelentkezési felülethez, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, vagy pedig az ügyfélkapus rendszer használ. Azonban a webcím árulkodó lehet, hiszen a www.nav.gov.hu oldalon, vagy pedig a magyarország.hu oldalon lehet legitimen bejelentkezni ezekre a felületekre. Hogyha nem ezt látják az adózók, akkor jobb, hogyha gyanút fognak. Nagyon sok esetben találkoztunk már olyan adózóval, aki esetlegesen már megadta ezeket az adatokat. Érdemes ilyen esetben akkor letiltani a bankkártyákat, vagy pedig feljelentést tenni a rendőrségen. A szakemberek kiemelik, a NAV soha semmilyen körülmények között nem kér bankkártya adatokat. A többletként jelentkező tételekről pedig ügyfélkapon keresztül, illetve postán adószámla kivonaton értesíti az ügyfeleket.
2019. szeptemberétől azok a gyerekek válnak tankötelessé, akik 2013. augusztus 31-ig születtek. Őket a szülő köteles beiratni a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal, nyíregyházi járási hivatal, a nyíregyházi tankerületi központ véleményének kikérését követően meghatározta ennek dátumát. A 2019-2020-as tanévre április 11-én csütörtökön 8 és 18 óra között, valamint április 12-én pénteken 8 és 17 óra között irathatják be a szülők a leendő elsősöket. Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője, törvényes képviselője a döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet. Ifjabb Lomnici Zoltán volt a vendége a pénteki Nyírbogáti Fórumnak. Az alkotmányjogász beszélt az idei két választást meghatározó fontos kérdésekről, így a nemzeti szuverenitásról, valamint a kistelepülések jelenéről és jövőjéről. Simon Miklós pedig a régiónkat is érintő elvándorlást, illetve az erre való megoldást is szóba hozta. Két témára épült az a fórum, amelyet péntek este tartottak a Nyírbogáti Községházán. A nemzeti szuverenitás kérdésében a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy jelenleg két irány van az Európai Unióban. Az egyik vonalon az Európai Egyesült Államok megteremtése a cél, amelyet a magyar kormánypártok elutasítanak, és helyette a Nemzetek Európáját szeretnék felépíteni. A politikus a Magyar Falu programról is beszélt televíziónknak. Szeretnénk, hogyha a kis települések újra lendületet kapnának, a Magyar Falu program ezt célozza. A térségünkből is, de Kelet-Magyarországból nem különben nagy az elvándorlás. A fiatalok nyilván a munkájuk révén húzódnak Debrecen irányába, Budapest irányába, és a településeink hova tovább szakember hiánya küzdenek. Nagyon remélem, hogy a Magyar Falu program lehetőséget fog adni arra, hogy ezt a helyzetet meg tudjuk változtatni, mert ne az előregedés és a szakember hiány legyen a kis települések sajátja. A fórumra meghívott előadó az agrártámogatások megnyírbálását hozta fel az országot és a vidéket fenyegető veszélyként. Mint ismert, az Európai Bizottság tervei szerint 2020-tól jelentősen csökkennének ezek a források. Ezzel egyértelműen a vidéket büntetnék, ráadásul van egy ENSZ felmérés, amely azt mutatja, hogy a vidéki létforma az megszűnőben van. Ennek nyilvánvalóan ellentmondan az, és ezt a tendenciát erősíteni, hogyha az Európai Unió büntetné a vidéket, büntetné az agráriumot, és erről beszélnünk kell. Ezt az itt lévőknek is joguk van tudni, mint ahogy egyébként nyilván azt is meg kell vitatnunk, hogy mi zajlik most Brüsszelben, mi a tétje az Európa Parlamenti választásoknak. Az alkotmányjogász hozzátette, ezek olyan fontos sorskérdések, amelyek az őszi helyhatósági voksolásra is kihathatnak. Ifjabb Lomnici Zoltán a kistelepülések jelene és jövője kapcsán pedig arról beszélt, hogy az ítélők felelősek lakó környezetükért, hazájukért és nemzetükért egyaránt. A munkavállalók közel fele szerint különböző csoportokra, klikkekre lehet osztani egy munkahelyi közösséget. Ezek általában a hasonló érdeklődés vagy a közös érdek alapján alakulnak ki. Az így létrejött csoportoknak azonban kifejezetten hátráltató hatásuk is lehet, és sokak szerint negatívan hatnak az egyéni karrierépítésre is. Többen is a dohányzásra kijelölt helyen töltik a rövid szüneteket munkaidőben. A munkavállalók 9%-a csatlakozik a cigaretta szünetekhez annak ellenére, hogy nem szereti a füstöt. Ez az egyik olyan céges tevékenység, amelynek hatására csoportok alakulhatnak ki. Sokan vesznek részt olyan rituálékon, amelyek valójában egyáltalán nem is érdeklik őket, csak azért, hogy beilleszkedjenek egy csoportba. A dolgozók 46%-a csatlakozik rendszeresen a kollégákhoz közös kávézásra. A munkahelyi csoportok kialakulása egy kisebb vállalkozásnál is természetes folyamat.
Akkor válhat ez problémává, hogyha mondjuk ezekből a kisebb csoportokból van egy-egy egyén, aki teljesen perifériára szorul, aki nem tud csatlakozni sehogy sem valamelyik csoporthoz, vagy pedig valami miatt ugye a csoport kiveti magából. Tehát ahol már azért 5-6 ember dolgozik együtt, ott már alakulnak kisebb-nagyobb klikkesedések, és azt gondolom, hogy aki mondjuk nem tud valahogy csatlakozni egy ilyen csoporthoz, első körben érdemes lehet megpróbálkozni azzal, hogy minél többet beszélget, minél inkább érdeklődik a többiek iránt, azt általában a munkatársak szokták értékelni, hogyha kíváncsiak vagyunk rájuk. Összeférhetetlenség esetén azonban meg kell próbálni mégiscsak egy-egy csoporton kívül maradni. Ha a helyzet elviselhetetlenné válik, a szakember tanácsa mindenképpen a munkahelyváltás. Hogyha nincs lehetőségem arra, hogy kilépjek ebből a helyzetből, és nincs lehetőségem arra, hogy szembenézzek ezzel a helyzettel, ez a tipikus Selye János stressz reakciójának a megjelenítése, hogyha ér egy stressz, akkor vagy harcolok, vagy elmenekülök, de hogyha nem tudom egyiket sem megtenni, akkor egy idő után a szervezet kimerül ebbe. És ilyenkor jelentkezik azt, hogy mondjuk nagyon gyakran táppénzre kerül az adott illető, nagyon sokszor mindenféle kifogásokkal megpróbál távol maradni a munkahelyéről, vagy pedig akár egyéb komolyabb megbetegedések is sokszor megjelenhetnek. Az egész nap tartó folyamatos stressz ugyanis az egyik leggyakoribb oka a krónikus betegségek kialakulásának. A sóstói erdőben meghirdetett erdőfelújítás néhány nap alatt befejeződött, akkor a tavasz időjárás ugyanis kedvezett a munkálatoknak. A Nyírerdő közleménye szerint olyan nagy az érdeklődés azok részéről, akik lemaradtak az akcióról, de átérzik a faültetés fontosságát, és komolyan veszik az erdő felújítását, hogy a Nyírerdő ZRT nyíregyházi erdészete önkéntes napot szervez. A segíteni akaró résztvevők számára facsemetéket és szerszámokat is biztosít az erdészet. Azt írják, a visszajelzések alapján nagyon sokan érdeklődnek a program iránt, ezért több jelentkezőt már nem tudnak fogadni a szervezők. Ibrány egy sportos város, hangzott el a településen rendezett sajtótájékoztatón. Példaértékű a kisvárosok között, hiszen több sportszakosztályban is eredményesen zajlik az utánpótlás nevelése. Szakemberek vannak, azonban nélkülözhetetlenek a létesítményfejlesztések is. Ibrány 2013-ban lett járási központ, tanúszodája azonban már ezt megelőzően megépült 2006-ban. Rendelkeznek két futballpályával, és mindemellett számos fejlesztést terveznek a jövőben is. A kormány ehhez minden segítséget igyekszik megadni, nyilatkozta Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár. Annak érdekében pedig, hogy minél többen megismerjék Kelet-Magyarországot, Ibrányt és a sport iránti elhivatottságát, idén a V4 kerékpárverseny indulói itt érhetnek célba, tette hozzá Szabó Tünde. Nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, egyetlen egy, ha célként meg kell határoznunk, ez a legfontosabb a területek között, és ehhez meghatározott létesítményfejlesztéseket is végre kell hajtani. Ugye a szándék az, hogyha mondjuk valamelyik település tényleg szeretne biztosítani a gyerekeknek, a fiataloknak, a családoknak, idősebb korosztálynak mozgásgazdag életmódot, ahhoz bizony létesítményeket kell, hogy tudjon felmutatni. Ehhez mi minden segítséget meg kívánunk adni. Itt egy tanúszoda előtt állunk, de ugye Ibránynak vannak különböző létesítményei, de sosem elég, hiszen nagyon sok gyermek él ebben a városban. Rengeteg rendőrbe futhatnak az utakon az autósok. Egy országos razzia keretében egész héten a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik az egyenruhások. Az európai Tiszpol akció keretében fokozottan figyelnek a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak előírásszerű használatára. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek nélkül jelentősen megnő a halálos sérülések esélye, ahogy a súlyos balesetek számának csökkentésében is nélkülözhetetlen a használatuk. Folyamatos támadás és kemény védekezés jellemezte a hétvégi Blue Sharks Mavs mérkőzést. A hazaiak lelkesedése a meccs alatt nem enyhült, amit jól bizonyít, hogy számos lepattanót sikerült pontra váltani. A hazaiak közül Bush Iván és Michael Harmon emelkedett ki pontszerzés terén, a vendégegyüttesben pedig Eric Washington remekelt. A szoros összecsapás végére a budapesti csapat felülrölte a nyíregyházi együttest, és 77-93-ra zárta a viadalt. A vendégként érkező Mavc régóta kiemelt ellenfele a nyíregyházi cápáknak.
Több évtizedes hagyománya van a két csapat közötti küzdelemnek, így ezen a hétvégén nem titkoltan az volt a cél, hogy hazai pályán szülessen győzelem a budapesti csapat ellen, mondta a televíziónknak Sitko Ernő. Sajnos ez nem sikerült, nem tudtuk megállítani az ellenfél amerikai játékosát, aki nagyon extra napot fogott ki, bár a képességei azok megvannak hozzá, és ez nem kérdés, hogy ő tudja ezt a szintet is hozni. Mi pedig nem tudtunk erre lépni. Azt hiszem, hogy olyan 35 percig körülbelül tudtuk tartani a lépést, és egálban voltunk, de sajnos utána talán elfáradtunk, amit nem szeretek kimondani, de Bazsó Bruno és Tóth Geri is sérült volt az elmúlt két hétben, és az edzéseik azok nem úgy alakultak, ahogyan azt szerettük volna, és aki sportolt, az tudja, hogy néhány hét kihagyás, vagy néhány nap kihagyás is meghatározó lehet egy ilyen szituációban. Mennünk kell tovább, és meglátjuk, hogy a következő mérkőzés hogyan alakul. A BKG ellen fogunk játszani, ami nagyon fontos, de még az előző mérkőzésre visszatérve azért úgy gondolom, hogy nagyon jó mérkőzés volt, sokan voltak kint, és szeretném megköszönni azt a buzdítást, amit a szurkolóinktól kaptunk, és remélem, hogy azért nem pártolnak el tőlünk, és a következő mérkőzésen is itt lesznek. Az első negyed eredménye 20-25 volt a Mafciavára. A második negyedben lassult a fővárosi csapat, köszönhetően a hazaiak aktív védekezésének. A játékrész végére a cápáknak sikerült átvenni a vezetést is, 25 pontot szereztek 17 ellenében. Én úgy gondolom, a fiúk nagyon jól játszottak. Azért egy ilyen erős csapat ellen nagyon pozitív, hogy 35 percig legalább mérkőzést tudunk játszani. A védekezéssel nem voltam mindig megelégedve, főleg itt a végén, amikor már nem tudtuk kivédeni őket, a gyors támadásaikat, de összességében nagyon jó teljesítmény nyújtottunk. A második félidő nagyon eredményesen indult, mindkét fél szép játékkal kápráztatta el a szurkolókat. A bajnoki elsőségre is esélyes budapesti alakulat az utolsó 5 percben döntötte el a végig szoros mérkőzést. Ekkorra már a végső tartalékait élte fel a nyíregyházi csapat. A MAFC végül 77-93-as eredménnyel zárta a találkozót. A nyíregyházi vezetés bízik a pozitív folytatásban. Közeljövőben ezen a héten vasárnap játszunk egy nagyon fontos mérkőzést, ami azt fogja eldönteni, hogy a negyedik vagy az ötödik helyen zárjuk az alapszakaszt. A BKG csapata érkezik hozzánk. Mindenképpen nyerni szeretnénk, ez egyértelmű. A meccs vége előtt alig 10 másodperccel a következő fordulót is befolyásoló ítélet született, aminek következtében Tóth Gergelyt kiállították. A forduló további eredményei: BKG Prima Esse, Vasas Akadémia 80-73, Nagykőrösi Solymok, Békés 87-72, MTK Török Bálint, Lions 73-70, Veszprém Honvéd 97-93, Meafc Miskolc, Budafok 95-85, Bonyhát PVSK 69-108. A férfi NB1B piros csoportjának tabelláján első a Hoyap-Pannon Egyetem Veszprém, második a Mafc, a nyíregyházi Blue Sharks pedig az ötödik helyen várja a hétvégi találkozót. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Annyira megugrottak a lakásárak, hogy az ország nagy részén, így megyénkben is már drágább társasházba költözni, mint családi házba. 10-12 millió forint alatt ugyanakkor nehéz bármilyen ingatlan találni. Ennek okai, hogy a társasházi lakásokra nagyobb a kereslet. A támogatásokat jobban igénybe lehet utánuk venni, és fenntartási költségük is alacsonyabb, mint egy kertes házé. Fórumot tartottak pénteken Nyírbogáton. A meghívott vendég ifjabb Lomnici Zoltán a nemzeti szuverenitás kérdéséről, valamint a kis települések jelenéről és jövőjéről beszélt az összegyűlteknek. Az alkotmányjogász szerint ezek a témák a májusi, európai parlamenti és az őszi helyhatósági választások szempontjából egyaránt fontosak. Egy felmérés szerint a munkavállalók 21%-a kezdett el bizonyos tévéműsorokat nézni, hogy hozzá tudjon szólni a kollégái beszélgetéséhez. 19%-uk pedig hajlandó volt rossz véleményt mondani valakiről, akivel valójában nem került személyes konfliktusba, csak azért, hogy befogadja őt a többség. Ezek a klikkesedések bizonyos mértékig természetes reakciók a közösségi életre. Ha azonban az ellentétes nézőpontok összeférhetetlensége áll fent a kollégák között, akkor az állandó stressz hosszú távon kimerüléshez, táppénzhez vezethet. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták március 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig internetes oldalunkon is elérik. A munkatársaink nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Kedd reggelig erősen megnövekszik, majd késő estétől felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor néhol előfordulhat. A nyugati északnyugati szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul. Kedden gomoly felhős, de napos idő várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül alakul. A következő napokban változékony időben lesz részünk. Gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok váltják egymást. Szorványosan esőre, záporra is számítani kell. Gyakran megélénkül, időnként megerősödik a nyugati szél, főleg a hétvégén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet eleinte a sok évi átlagnak megfelelően alakul, majd a hét utolsó napjaitól átmenetileg erősödik a nappali felmelegedés, és enyhébbek lesznek az éjszakák.